Van ortodox történetünk is, hogyha mennyire elmerültünk az unortodoxiában, mert szerintem ami a Jobbikban történik, az meg egy ilyen ortodox pártpolitikai akármi. Én elmondom, hogy én mit gondolok erről, aztán majd ügyvéd úr elmondja, hogy ő mit gondol, egy kicsit talán közelebbről látja. Meg mindannyian. De mint kezdő, ember, szóval én azt gondolom, hogy ez egy egyszerű hatalmi harc, és arról szól, hogy nem néppártosodás, meg nem kormányra való készülődés, hanem Vona Gábor most látta az időt, hogy leszámoljon azokkal az alelnökökkel, akik nekik eddig mindig, sokszor keményen ellent mondtak, és olyan embereket emeljen be, akiktől meg azt várja majd, hogy ez ne történjen meg. Lehet, hogy ilyen egyszerű ez az egész? Nagy vonalakban olyan egyetértek ezzel, igen. Tehát az láthatjuk, hogy azért a általa megnevezett alelnökök, tehát elnökségi tagok, azok sem mondható kevésbé radikálisnak, tehát egyértelműen nem erről a polaritásról van szó. Itt sokkal inkább tényleg valóban arról, hogy a politikai pártoknak van egy fertőző betegség, vagy egy alaptulajdonság, ha pozitívabban akarok fogalmazni, hogy a feltétlen lojalitást követelik meg a párt vezetéséhez közeli emberektől. Tehát sajnos ez egy olyan logikai ellentmondás, és ez mérgezi meg álláspontom szerint a valódi alulról jövő mozgalmakat, a valódi alulról jövő népakarat itt kezd folyamatosan félresiklani, mert az eredeti lendület, az eredeti szándékok, amivel mondjuk én is megihletődtem, és ugye képviselő is lettem, az arról szólt, hogy itt ugye radikális változás kell ebben az országban, mert súlyos problémák vannak, nem sorolom végig, kell egy új minőséget adni a politikának, ha úgy tetszik, lehet más a politika, csak ugye ezt egy másik párt is ugye mondja, ezért nem véletlen egyébként, hogy mondjuk én amikor elkezdtem ezt mondogatni a frakcióban, az LMP-vel nagyon sok a hasonlóság a programjainkban is, meg a hozzáállásunkban, akkor még valami egész unortodox ugye, beszédnek minősült, most már ugye ez nyíltan vállalattá is vált. Ugye időközben ugye Hegeris Enikőt is eltanácsolta Vona Gábor a elnökségtől. Én úgy gondolom azért ebben az a legfőbb probléma, hogy itt azt a tagságot is megfosztja a döntéstől, akik azért nagyon kemény munkával, nagy vérrel, verejtékkel, utolsó kis tartalékaikból hihetetlen megrázó élmények voltak ezek a 2009-2010-es időszakok számomra, megtapasztaltam a alulról jövő akaratnak azokat a tényleg őszinte pillanatait, amivel az emberek tényleg azt várták, azt szerették volna, hogy legyen más, ne csak egy párt legyen a sok közül, hanem minőségileg legyen egy egészen más, és azt hiszem, hogy a mostani tendenciák meg arra mutatnak, hogy valójában egyre inkább az az elvárás, hogy legyen is egy párt a sok közül, legfeljebb marketingében, eladhatósági szövegeiben, arculatában legyen jobbnak tűnő, mint a másik. De hozzáteszem, itt visszakanyarodok az első napirendhez, tehát ugye Orbán Viktor már háttérhatalmakról beszél, Vona Gábor meg egyre cukibb irányba halad, tehát itt egy karakteres rendszerváltó akarathoz, karakteres rendszerváltó emberek kellenek. Tehát úgy tűnik, hogy a Jobbik úgy járt, mint a La Fontaine hollója, mert ugye a Fidesz éppen kiénekelte a szájából a migráns ellenesség sajtját. A Jobbiknak ezután már semmi másféle, politikai tőkéje nem maradt, mint a hagyjatok minket is, mert mi még nem voltunk, meg mi nem olyanok vagyunk, mint ezek. Na most akkor ezt játszogatják el, mert ugyanők még nem voltak, bár erről is vannak elképzeléseik, viszont a mi nem olyanok vagyunk, mint ezek, miközben ugye a alelnökök, elnökök egymást ottan most vitogatják, mert egyébként lényegében te is ezt mondtad, majdnem, hogy azt mondhatom, hogy egyet értettünk. A Jobbik most bebizonyítja, hogy nem friss erő, még csak nem is radikális. A radikalizmusa is úgy tetszik, akkor egy üzleti marketing stratégia, magad is használtad a marketing szót. Hát ez így nagyon kínos szerintem a Jobbik számára. Én ennek a magam részéről örülök, mert mindig örülök, hogy a bármelyik pártról kiderül, hogy semmivel nem jobb, mint a többi. Pontosan ugyanazok a logikák mozgatják ezeket a hatalmi konglomerátumokat. Egy politikai közösséget, vagy a nemzet egy csoportját, vagy a magyar állampolgárok egy csoportját nem kell megbélyegezni azzal, hogy ők eleve valami rosszat akartak itt. Szerintem 2010-ben, 9-ben, amikor ez az új erő úgymond felemelkedett, akkor itt tényleg szerintem értékes dolgokat akart. Elszámoltatást, korrupciómentes Magyarországot, független irányba mozgó. Melyik párt mondja azt? Hát, a szlogenek szintjén, hogy mi nem korrupciót akarunk. Mondjuk az függetlenség, szuverenitásban már azért minden ilyesmit akarunk. Minden párt ezt mondja, ezek csak lózunk. Földvédelem, stb. Itt a föld, viszik el a földet, oligarchák, a külföldiek, tehát egyszerűen nem látom azt, hogy eredeti célok.
Én szerintem pont ez volt a vonának a célja, hogy a Gaudin egy ilyeneket mondjon, hogy a nyilvánosságban te és azok, akiket most kizárna, vagy szeretne kizárni, vagy eltolni így a középpontból, hogy majd olyanokat nyilatkozzanak, hogy hát ez a párt, ez már nem az a párt. Mert lehet három éven keresztül cukisek kampányokat csinálni, meg mondani azt, hogy mi egyébként mérséklődünk, meg sok minden ilyet csinálni, de az, amikor azok, akik valaha az igazi, a kemény vonalas harcos társak voltak, azok mondják azt, hogy hát ez már nem ugyanaz, az a legjobb irány a néppártosodás felé. Tehát, hogy egy párt valóban változni tudjon, ahhoz például pont ilyen nyilatkozatok ellenek, úgyhogy szerintem a vonal ezt nagyon ügyesen csinálja, hogy pont most húzott egy olyan lépést, amitől valóban sokan elkezdenek azon gondolkodni, hogy hát ez a párt, ez már nem az a párt. Aztán, hogy mi lesz belőle, az egy következő kérdés, hogyha azok, akiket most megtalál magának, Torockai, nem tudom, hogy ezek most már milyen irányba viszik, az megint egy következő... Az egy következő lépés, és az még a tervezésnek a szakaszában van egészen nyilvánvalóan, de ez, hogy ez a vonás ott van benne, hogy magamra húzok olyan embereket, magamra haragítok olyan embereket, akik fémjelzik a néhai jobbikot, azt szerintem azért ez látszik ebből ez a vonás. Ez a vonás, ez tetszett egyébként. Én meg azt látom, hogy a jobbikban két alapvető szárny van, politikai szárny, van egy miépes plebejus vonal, és van ezzel szemben a vonának egy belső köre, amelyik alapvetően legitimista, és a Julius Evolának a nézetei mentén szerveződik. Na most ez a szárny, úgy lehet mondani, hogy a vona belső köre, ez még a tagság előtt sem tudja nyíltan vállalni a nézeteit. Mert a nézetei olyanok, amiket még a jobbik tagság is elutasítana. Például hát ők 1848-at illegitim ők Habsburg kedvelők, meg royalisták, meg legitimisták, és én azt látom, hogy ez a két szárny csapott össze most, és ennek a tulajdonképpen ennek a miépes plebejus szárnynak a maradékával, vagy a legerősebb tagjaival számolt le most a vona. Én azt gondolom, hogy a vonának ez már egy régi, évek óta zajló küzdelme, amit most úgy döntött, hogy most elég erősnek is érezte magát ahhoz, hogy ezt dűlőre vigye. Itt a közös értékrend, ami ezt a belső kört jellemzi, és a hűség vona Gáborhoz együttesen választotta ki, vagy választatta ki a pártelnökkel azokat az új alelnököket, akik most oda kerülnek. Ami az én számomra ennél sokkal érdekesebb a magyar politikában, az a Gyurcsánynak az a mondása, hogy a kétharmados törvények lebontása érdekében együtt kell működni a jobbikkal. Nem így mondta. Nem ezt mondta. Nem ilyen módon mondta, de ezt jelenti. Hogy előállhat a lehetőséget. Jelenteti ezt is, igen. Mondjuk így, jó? Mint a lehetőséget fölvetett. Fölvetett a lehetőséget. Most arról van szó, hogy ha ezt a kijelentést nem a Gyurcsány teszi, hanem bárki más. Például Karácsony Gergő. Például Karácsony, vagy bárki más, akkor a Gyurcsány első közt áll ki, és mondja azt, hogy ilyen kijelentés demokrata nem tesz. Nem tehet semmilyen körülmények között, zéró tolerancia a jobbikkal. Csak érdekes módon mindig a Gyurcsány az, aki a humanitásnak a kategóriáit így lerakja, és így a határait megvonja. Tehát ő mondja meg, hogy hol kezdődik a humánum, és hol végződik. Nyilván a szemkilövetés az még belefér. Tehát az még belefér. Nagyon érdekes ez az ügy, ugye abból a szempontból, és végülis a Robi a lényegét illusztrálta. A közvélemény, a szélesebb közvélemény, mondjuk a mazoistákon kívül, akik igyekeznek mondjuk mindennek utána járni, vagy elolvasni, igazából nem tudja, hogy milyen vita zajlik a jobbikba. Aki olvas magyar Hyperiont, az pontosan tudja, hogy miről beszélt most a Robi. Ez egy értelmiségi negyed éves vagy ilyen kiadvány, ahol egyébként Vona Gábor is értelmiségi köre kifejti a nézeteit a világról, elmondja azt, amit egyébként te is, meg az ezotériát, meg Rudolf Steinert, meg minden kutya füle van. És ugye, aki mondjuk nagyon régen már ugye magyar jelen olvasó is volt, annak van némi fogalma arról, meg akár a Barikádot is, hogy milyen politikai irányzatok vannak úgy jellemzően a jobbikban. Most az, hogy mi ennek a vitának a tartalma, egyrészt ennek a tartalmi bemutatásáról az érintett felek is elzárkóznak, mert igazából Vona Gábor is azon kívül persze, hogy a polgármesterek azok kényszerűségből néppártosodnak, erről a dologról az ég ott a világon
semmit nem mond, a többiek, akik visszalépnek, azok sem mondanak igazából semmit, tehát ebben az értelemben igaza van a Péternek, hogy a szokásos pártfejlődés dolgát produkálják már, hogy azon pártok fejlődés, akik hatalomra akarnak kerülni. Csak nem tudjuk, hogy mit akarnak, most már aztán végképp nem tudjuk, milyen célok vannak, jó, persze a korrupciómentesség és a többi, de azért ebben a tekintetben ezt fogadjuk el legitim gondolatnak, mert a büdös életben nem lesz ebben az országban, jó, én nem fogom már megélni, de egyszer talán lesz. Hogy pontosan a választási szelekció miatt, ami egyébként az aljanépet és a politikai aljanépet kiszelektálja a rendszerből és a politikából, a demokrácia nem a legjobbakat választja, hanem hosszú folyamat eredményeképpen az érdemtelemet kiszekálja, azért adjunk magunknak legalább lelkileg annyi esélyt, hogy talán lesznek ilyenek is. Igaz, hogy az a kockázat mindig megvan, ugye, hogy az újak, azok mindig csak prezentálják magukat szóban, elmondják, hogy én egy ilyen nagyon komoly csávó vagyok, és tisztességes vagyok, nem loptam, és a többi, és a többi, és a többi. Amíg be nem kerül a hatalomba, aztán akkor A-B verzió van, vagy nem lop, vagy lop. Ne, én azzal mérhetetlenül nem értek egyet, hogy a választói passzivitást azzal is erőltetem, hogy esélytelennek is tekintek minden kísérletet, és most ezt nem a Jobbikra mondtam önmagában, hanem bármely kísérletre. Egyébként meg nem attól gennyes egy politikai szándék, hogy most pártosodik-e vagy nem pártosodik, mert tök mindegy, hogyha mondjuk civil szervezetnek hívja magát. Egyébként a civil szervezeteink pont úgy viselkednek, mint a bolsevik pártok, és ha egyébként magába a technikába vagy struktúrába belenéztek. Tehát azért az esélyt adjuk meg, a reményt ne vegyük már el. Csak az egy nagy probléma szerintem Magyarországon, hogy a baloldal válságára nem egy mélybalos, autentikus alternatíva született, hanem egy szélső jobbos, vagy egy radikális jobboldali alternatíva született. Sok helyen Európában volt akkora bizalmi válság a kormányzó pártokkal szemben, mint amilyen itt 2010-ben volt. Egy kicsit egyébként, de amit az előbb elmondtam, volt arra párhuzamosan most mindenhol. A Jobbik balosságával, nincs balosság a Jobbiknak, de picit de van egy erős szociális vonulata, de hogy nem, tehát a csurkista, plebejű, szárny, nyalvaló leszámolás a tradicionalista oldalán. Igen, de az az igazság, hogy mindent, hogy az MSZP elorozta ezeket a szociális ígérgetéseket. Tehát az MSZP ma Magyarországon már az alapjövedelemmel dobálózik. A Jobbik ebben nem tudja követni. Mert az MSZP ugyanak egy neoliberális párt. Igen. A sovinizmus, a habony az viszont meg a sovinizmusukat oroszta el folyamatos migránshozással, meg a folyamatos hát nem is kifejezetten úgy fogalmazok, hogy cigányozással. Tehát azért úgy lehet, azt lehet mondani, hogy az unió kritikája, mondjuk önmagában az unió kritikája, az a Jobbiknak volt a hazai pályája. Ma ez már a Habonynak a hazai pályája. És tehát, hogy a Jobbikot mit kezdeni? Folyamatosan kiszorítják a saját pályájáról, az MSZP eleszi a szociális hazugságait a Jobbiknak, a Habony eleszi a soviniszta hazugságait a Jobbiknak, és a Jobbiknak egyetlen egy hazugsága maradt, hogy ő különb, a magyar gárdát ő maga számolja fel, hogy magyar vizslákra cserélje, cukiságra cserélje, és ténylegesen, ahogyan azt a Péter mondta, egyetlen egy mondása marad a Jobbiknak. Magyarországon az, hogy mi még nem voltunk, mi velünk még nem fürödtetek be.